Valószínűleg a Sirius és nem működik a Stream Deck pedálom, mert itt valószínűleg csak valami szoftveres szétválás, vagy nem tudom, de az istenek se tudom vele kezelni ezért a némítás Discordon. Meg őrülök. Szóval, hello, sziasztok, Siriusok, ez pedig nem más, mint a keddesti stream. A mai nap folyamán a továbbiakban is a reggeli tendenciák haladtak tovább, miszerint nem sikerült nagyon semmi, amit akartam. Viszont ez, ha minden igaz, akkor ennek a Crusader King sorozatnak az utolsó epizódja. Ez ilyen vises hétfő, hát ez az. Egyébként nem is tudom, hogy mi az Isten baja van. Menjetek le. Egyébként közben hozzátenném, hogy jött egy e-mail ma, ami tök jó hír, hogy megjött a saját telóm a Samsungtól. És... küldik a futárral, amint vissza tudom küldeni a mostanit. És akkor így ez a hello, itt ezzel a szoftverrel tudod lementeni a PC-re. Mennyire király, hogy gondoltak erre. Tökre örülök neki, meg értitek, nyilván easy peasy. Lehet, hogy ezt adás közben nem kéne lefrissíteni. Lehet, hogy ezt nem kéne lefrissíteni adás közben, akkor sem, ha nem működik. Mert ez viszi magával a másik stream deckemet is, ami még működik. Most már mindegy, most már elkezdtem. És akkor így tudjátok, így kiírja így az applikáció, hogy hát még 40 giga szabad helyre lenne szükség, és így állok, hogy milyen 40 giga szabad helyre lenne szükség? Ó, jaj, a címekhajtómra próbálod lementeni a telefonom teljes tartalmát. Nem, az nem fog menni. De hagyd mutassam meg neked az e-meghajtómat, ahol van még 750 giga szabad hely. Átállítom a célt, és utána ő tartja magát ahhoz, hogy 36 giga szabad hely kell, szóval ezt hiába állítottam át. Ez nem jó. Nem, ezt most nagyon elrontottam. De ez beleillik a mai napba. Úgyhogy nem sikerül nagyon rávenni arra, hogy mi lenne, ha nem. Mi lenne, ha nem oda mentene a telefonra. De majd folytatom, nyilvánvalóan. Oké, srácok, most már nincsen egyáltalán stream deckem. A másik sincs. Oké, magához tért az. Most már csak a Discordos kéne. Nem, a Discordos nem. Jó, hát ki akarta magát mutolni, anyway. Mit tudnék ezzel csinálni? Tudok-e rakni gyorsan egy némító gombot a Discordhoz? Nem. De, csak annak is össze kell kapcsolva lenni a Discorddal, és veszek ezzel a baj. Anyway, menjünk manuálisra. Ja igen, Crusader Kings utolsó stream, elméletileg ha időben végzünk, mert időben kéne végeznünk, ugye ez egy rövidebb dolog, mint... tehát kevesebb év van, mint amennyit általában Crusader Kingsben egy stream alatt szoktunk haladni, akkor pedig megyünk Helldiversezni. Szia Kati, szia Connor, szia Goffrey, szia Diablo Steve, szia Sonic, szia Erika, sziasztok! És Mr. Mood, kösz szépen a 12 hónapot, és Esztike, kösz szépen a cheert, nagyon király vagy. Szia több játékos! That's a name if I see one. YouTube-ról átjönnek a kommentek, csak nincsenek? Mert tesztelem. Jó, átjönnek, nagyon jó. Az időszakos újraindítás sokat segít. Most a két stream között nem indítottam újra a streamergépet egyébként, ami egy hatalmas hiba volt, de elfelejtettem, bevallom őszintén. Nem nagyon voltam itt gép előtt. Csőke! Mondtam meggyőzően Balázsnak. Szia Balázs, nem működik a mood gombom. At all. Elég sokáig volt egyébként boot gombom, de elmúlt.
Nem. Valószínűleg... Mennyire érdekel, hogy mi van vagy a mood gombommal? Oké, szóval valószínűleg az van, hogy egy ideje nem frissítettem a Stream Deck-nek a szoftverét, és valószínűleg szétesett a... connection a Discord és a Stream Deck között, és valószínűleg nem lehet megcsinálni újra, mert valószínűleg frissítenem kéne a Stream Deck-en programját. Ó, oh, várj, Balázs, te nem hallottad, úgyhogy... Mielőtt valaki megkérdezné, Balázs azt válaszolta, hogy mennyire érdekli, hogy nagyon. Elképesztően. Soha semmi nem érdekelte még ennyire. Yes, ez történt. Nagyon jó. Balázs, készen állsz a Lakfesztiválra, ami a következő időszakunk lesz? Szóval, először hagyj adresszeljek itt pár dolgot, mert hogy van itt pár új néző. Ó, új nézők, csak nem Nessájtól! Mi az, hogy Nessájtól? Nessáj! Tehát, hogy nem Nessájtól van új néző, hanem Nessáj az új néző. Ó, oh, okay. Maga Nessáj, oké. Okay. Hello Nessáj, hogy vagy? Szóval, hogy igen, egyébként sokan most valószínűleg itt kóborolnak ugye az internetnek a mezeír magányosan és elhagyatottan, hogy Nessáj nem streameli a CK3-at, de nekik több CK3 kell, mert rájöttek, hogy ez nagyon király dolog, és rátaláltak az én, illetve valószínűleg a te streamedre is, csak hát a profihoz jöttek, ami én vagyok, és akkor azt el kell mondjam, hogy nem a legfrissebb verzióval játszunk. Ez reasonable és jó döntés egyébként. Nem a legfrissebb verzióval játszunk, hanem a kettő verzióval ezelőttivel. Amit nagyon bánunk. Egy évvel ezelőtti verzió, konkrétan májusban indult ez a Let's Play sorozat, képzeld el, Viktor, ezt Peggy visszakereste a de tegnap. Durva, egy éve tart ez a dolog? Yes. Oh, wow. Oké, okay, igazából 21 rész, tehát, hogy így... Okay, el van osztva. Igen. Hát közben született egy-két gyerek, de hát kiszámolja. Ja, kiszámolja aztat. Kicsit így dobott a tervekben némi csavarkulcsot. Anyway, régi verzió és az utolsó epizódja ennek a régi verziónak. Tehát, hogy a konkrétan az évszám, és mutatom is nektek, hogy lássátok, hogy nem hazudok ezúttal. Nem látják, mert fekete képernyőt látnak. Oké, nem tudom, miért látok fekete képernyőt. Ott van, oké, megvan, működik a fogad. Szóval, 1442 április 20, és az igazán hardcore arcok tudják, hogy 1453-ig tart a játék. Ó, oh, rossz karaktert választottam ki. Hups! Akkor még egy részed van átvenni a hatalmon. És 11 év maradt hátra ebből a játékból. Ami egyébként a tendenciák alapján nálam egy olyan 4-5 király. Igen. És a probléma az, hogy mivel régi verzió, és mivel alapból a Paradox a spagetti kóddal dolgozik, ezért úgy fut, mint én. Én még sose láttalak futni, de ha így futsz, az nagy baj. Igen. Tehát, hogy így akadozva, megállva, óriási lemaradásban bármihez képest is, de hogy már csak 11 évet kell kibírni, és túl vagyunk rajta. Jelenlegi setup az, hogy Viktor a császár, és igen, mesztelen, ne kérdezzétek, valahogy mindig ide lyukadunk ki. Nem, csak és, én vagyok mesztelen, egész Európa mesztelen, mert a vallásuk, amihez semmi közöm, hiszen te vagy a pápa, a vallásuk azt preferálja, hogy ruha nélkül éljék az életet. Ez egy nagyon szép fordítás volt, egy gond van belőle, hogy én vagyok a pápa, de te alapítottad a vallást, én csak jó helyen voltam jó időben, és beleültem a székbe. Oké, okay, de ettől függetlenül messzelenül ültél bele abba a székbe. Yes. Ugye? Hát a vallás nevén mennyit gondolkodtunk? Ezek Viktortól származnak, meg az ő csetjétől. Az a neve, hogy katolikus, és a követőik azok valamiért jók. Ez mostanra már nem működik annyira jól, de a birodalmam kezdeti célja az volt, hogy egy kacsa alakja legyen. És ezt nagyon sokáig tartottuk. Csak aztán... Most már Európa alakja van. Aztán így hatalomvágy, meg értitek, telhetetlenség, meg ilyenek, és akkor summa summarum előbb-utóbb Európa alakja lett az eredetileg
kacsa alakú, és ugye egyre nagyobb kacsát próbáltam Európába illeszteni, de aztán ugye a kacsa az olyan, az ilyen gáz, és akkor így kitöltötte a rendelkezésre álló helyet. Oké, ez is, I guess. Bár ez a folyadék, de whatever. A lényeg, hogy, hogy itt most amúgy ez nagyon impresszív, nagyon impresszívnek tűnik, de hogy ez nem a levél legstabilabb politikai egység az első galaktikus birodalom. Ami viszont szuper, szuper stabil, az az én Freeze birodalmam. Én ilyen háttérből, De csak azért, settenkedő... mert hagyom létezni. Na, sure. Tudni kell még azt is, hogy Viktor az pont az előző részben vesztette el a hatalmának egy jelentős részét. Nem, az utolsó 10 részben minden epizódban vesztettem a hatalmamból elég sokat, és aztán útközben valamennyit visszakaptam, és aztán most ezt megint elvesztettem. Szóval az van, hogy nagyon sok ember szeretne nagyon sok mindent, most éppen egy Independence Faction, és mind a négynek, oké, ez nem igaz, nekik pont nem a... De mind a négynek édesanyám adta a koronát, szóval mindegy. God damn it. Én már nem akarok háborúzni, Viktor. Az van, Balázs, hogy én eddig sem akartam háborúzni. De beülhetsz az élükre. Szerintem mennyi idő alatt nem tudnak megölni? Ez úgy hangzik, mint egy kihívás, de én szívesen beülök. Már oda is. Nézd, ha nem akarsz háborúzni, ülj be. Ha akarsz egy 281%-os háborút, akkor ne ülj be. Ez a két opció van. Anyád, adjam neked koronát. Egyébként az egy dolog, hogy most tegyük fel, hogy beállok az independensek élére. Sure, whatever. De ott vannak a magyar jó populisták is, akik nagyon közel állnak ahhoz, hogy fellázadjanak. Jó, de tudod jó, hogy a magyarok azok gyakorlatilag minden epizódban fellázadnak, és minden epizódban szájba verjük őket. Ki az Isten? Ó, de szép szakálla van. Jó, ő meg tőlem kapta a koronát. Az egy lengyel családból származó orosz dúd. Csak mondom. Igen. Szerintem őt biztos, hogy biztos szájba verhetnénk. Most érted, háború ide van. Ha nem akarsz háborúzni, az azt jelenti, hogy ne is indítsak valami totál háborút, valami hatalmas terület elfoglalásra? Szeretnéd látni szétesni ezt a valamit, vagy nem? Mert ha igen, nézd, akkor igen. Nézd, én ezen próbálkozom, amióta ez a sorozat tart. De na aztán jó. Valahogy mégis összekalapáljuk. Nyitok egy ablakot is kezdhetjük. Ez most egy Windows referencia, vagy egy panelház referencia? Kezdhetjük, készen állok mester cserébe. Let's go. Nem állok be. Beálljak? Na, te döntsd el, te vagy az én király. 304%. Én szerintem állj be. Jó, beállok az élére. Ez egy olyan exploit, ami csak multiban működik, és ott se túl jól. Ott se túl jól, mert cserébe levágják a fejed. Igen, de az a lényeg, hogy ugye beállunk, hogy most én lettem a vezetője a frakciónak, ami Viktor ellen gyűlt. Mert ugye Balázs a legerősebb. Nem, azért, mert én vagyok a player. Ó, mert te vagy a player. Igen, én vagyok a player, és ugye a player lesz mindig a frakció elén, és akkor a playernek kell presszelni a demandokat, de hogyha nem presszelem a demandot, akkor örökké ez így maradhat. És akkor ők meg így állnak, hogy... What? Miért nem küldik? És én meg így mondom, hogy nyugi srácok, van egy tervem. Csak nem tudják, hogy a tervem az, hogy a kitokban a császár lesz, a szövetkeztem. Szóval ez az egyik, hogy nem tudják, nyilván. A másik viszont, ami egy ilyen, ez egy ilyen velejáró... Várja, valaki békét akar velem venni. Igen, ezt úgy hívjuk egyébként itt, hogy áll ellenzék. Tehát... ezt úgy hívjuk erre fel, hogy áll ellenzék. Nem igaz, nem. Tehát, hogy ja, yes, ez egy olyan dolog, ami... Na, szóval, hogy az ennek a negatívuma, ami egy ilyen problémás dolog, hogy attól függetlenül, mert nem lázadhatnak fel, attól nem fognak szeretni, ami azzal jár, nyilvánvalóan, hogy előbb vagy utóbb megmérkezik a teád. A nehezebb utat választják, és igen, megölik Viktort. Igen. És...
elviszik a gyűrűt a Sauronnak, vagy nem tudom, az lehet másik sztori. Nem tudom valahogy őket beszervezni egyébként valakik alá, hogy nekem ne tudjanak itten lázadozni. A királyokat? Azokat már nem nagyon. Ez mind király? Ó, Istenem. Az van, haver, hogy a The Bullet King Dobroszlávot, azt annak nagyon régen el kellett volna vennem a hatalmát, ugye? Valaki fuck-off volt a teamből egyébként. Én fuck-off voltam, mert úgy láttam, hogy... Nem. Úgy láttam, hogy nélkülem sem elég erősek. Balder miért nem fuck-off-ol? Nem tudom, majd mindjárt. Most kaptam még csak meg az ajándékomat, úgyhogy majd remélhetőleg mindjárt kihátrál ő is ebből a parból. Kihátrált és belépett helyette az albinóknak koronázatlan királya. Duke Margarita, Margaritu. Of Litvánia. Aki egyre kevésbé szeret, amióta belépett. Mi van, haver? Amióta ilyenekkel beszélgetsz azóta... Oké, hogy lett ez 300%-ból 72? Nem tudom. Valószínűleg úgy, hogy rosszul számolta a számokat a játék, amikor indítottuk, és aztán utána újra számoltam. Jó, hát 72%-kal csak szájba verjük őket, gondolom. Jó lenne elkerülni, hogy szájba kelljen verni bárkit is. Nevezz ilyen izének, pacifista lipsinek, de pacifista nem lipsi. Szórakoztató ezen a ponton a háborúzás annyira, mint szeretném. És akkor nekem, mint pápának ugye egy feladatom van, bejön ide a kérés, hogy szeretnének ők, hogy megbocsássak nekik, és azt mondom, hogy ok, tessék, 139 forint lesz. És így van, most 340 ezer. Küldjél már pénzt. Nem küldök pénzt, láttam, mennyi pénzed van. Én vagyok az uralkodó, küldjél légy szíves pénzt! Hát ha uralkodó lennél, akkor mármint uralkodó vagy, csak elég csicskagyász a bevételed, 343 forint. Tényleg elég csicskagyász a bevételem, de ne felejtsd, hogy közben egy monk vagyok, aki 1 millió évig fog élni, kivétel megölik. Tudod, miért rossz a bevételed? Mert második szinten van a korona hatalma. Tudod, miért befolyásra. Van második szinten? Igen, mert elvesztetted a háborút. Mert nem szeretnek. Hát, és arról kitehet. Ebben most nem vagyok 100%-ig biztos egyébként. Az biztos, hogy részem van benne, tehát azt aláírom. De hogy ebben benne van az, hogy megint meghalt egy uralkodóm, és csak nem vagyok elég ideje uralkodó, szóval itt... Meg amúgy is annyiféle nép él ezen a fehér pacán. Azt láttad, hogy ott északirányba elkezdett terjeszkedni a fehér paca? Szerintem az magától történt. Igen, a litvánok voltak, a litvánok behúztak területeket. A litvánok behúztak területeket, azt elkezdenek lázadni? Hát persze, hát te is ezt csinálod az ő helyükben. 6 hónap múlva ultimátum. Ja, oké, megyek már. Nekem nem kell felőlem sietni, csak gondoltam, jelzem. De egyébként lehet, hogy jobb lenne, ha nem lépnél be, mert akkor fellázadnak, szájba verjük őket, és meggondolják az életüket. Ha valaki esetleg egy kicsit normálabb let's play-re vágyik, esetleg ennél is. Szerintem ennél nem találhat normálabb let's play-t senki. Annak mondom, hogy hétfőn esténként megy egy normális let's play, ahol a lengyel, képzeld el, Viktor, a lengyel országban szívok, mint a kacsa. Mint a kacsa? Nem a kacsolikusok, hanem a proverbiális kacsa. De nagy, egyre jobban megy. Mint és, a kacsa? Mint a kacsa. És az viszont a legújabb patchen van, és annak ellenére, hogy egyébként mekkora fontos része az új patchnek a fekete halál, meg hasonló mókák, annak ellenére 150 év alatt egy árva betegség nem járt a közelemben. Hát majd aztán és majd most jön mindegyik. És már kezdem egyébként megsértve érezni magam, hogy én nem vagyok elég jó, tehát hogy szarba hát, sem, hogy de ez már engem vagy, hogy nem megy a közeledbe halál. Senki, és ezért nem kapod el. Lehet, hogy azt hiszi a fekete halál, hogy én már meghaltam. Nem büdös vagyok. Lehet, hogy azt hiszi a fekete halál, hogy te már meghaltál, igen. Jut eszembe, hagyd nézzek már rád. Te nem most nincs az a negatív, hogy büdös az udvarod? Mert jaj, de már most nem lehet büdös az udvarom. Miért nézegetve az eseményeket? Nem. Nem. Na, nem, viszont azért volt büdös az udvarom, mert néztem az eseményeket, és rosszul válaszoltam. Most egyáltalán nem is nézem. Mit csináltál?
Miért? Hé, hey, leraktál a steward. Ja, gondolom valaki bekérte magát a tanácsba. Minden bizonyal valaki. Szóval nem valaki... a stewardod most már. Thank you. Mindjárt megyek, megnézem, hogy mit tehetek érted. Ó, hát egy nálad lényegesen csinosabb valaki kérte be magát, de mindegy. Nincs feleségem. Van feleségem, csak nem itthon van, gondolom. Neked feleséged van, úgy hívják, hogy Aikteréné Tesszalonikából, és van egy kis hercegsége Tesszalonikában, ezért... Jó, hát akkor ezt a tesszalonikai hercegséget tessék szépen elhagyni, aztán ide fáradni az első galaktikus birodalomnak a... Yeah, that's not how it works. Hát that's not how any nem. of this works. Nem, kezdve, de nem hoztam vizet magammal, és ez egy increasing problem lesz a stream folyamán. És gondolkoztál már azon, hogy ezt pótlod? Ja, csak ne, félek, hogyha felállok egy pillanatra az asztaltól, akkor összeomlik a birodalom. Van rá esély, de ha sietsz, akkor lehet, hogy nem. Hát akkor szedem a lábam. Egyik lábam itt, a másik meg amott. Addig figyelem, hogy hogy erősödik a csapat, aminek az élén te állsz. Ó, oh, kevesebb lett az. Vissza kéne emelnünk ezt a Crown Authority-t. Igaza van Balázsnak? Na, még 1459-ben egyszer emelhetek egyet a Crown Authority-n, srácok. Az már csak 6 év. Kicsit kérdés, hogy most mi a történet. Ja, tudom, éppen javítgattam a különböző dolgaimat. Szóval most egy kicsit kérdés. El kéne foglalni valamit szerintem? Én szeretnék elfoglalni valamit. De biztos vagyok benne, hogy amint elkezdeném elfoglalni a valamit, azonnal fellázadna a valaki. Értitek, egy pillanatra nem figyelek oda ebben a nyavajás birodalomban. Megosztom a vizet. Mise ásványvíz. Egy természetes felfrissülés. Ó, oh, wow, remélem ezért fizetnek. Hát most már lassan fizethetnének is akár. Én valami beteg vagyok? Vagy mi a baj velem? Hát ránézésre biztos. Jó, ez menjen a bányatóra ez a gyerek. A bosszú nem megoldás. Rosszabb lett a betegségem. Igen, ránézésre 27 éves vagyok, de legalább 130-nak nézek ki. Én őszinte okay. leszek, én egyáltalán nem tudtam volna megtippelni, hogy 27 vagy. Nem is érzem magam annak. Mondjuk a férjed 27-nek tűnik, ha ez számít. És az arcán kiül az az érzés, miszerint a felesége 137-nek. Nem minden bajod van ránézésre. Oké, okay, nem én tűnök a legegészségesebb asszonynak a világon. Én vagyok a pápa, szóval Isten akarata ez. De a Tomette vagy a pápa nem feltétlenül, vagy hát de végül is igen. 27-70-nek nézlek, Cula. Istenem, már a mostani cuccaimat se tudom javítva tartani, nem hogy még újakat rendeljek, de ettől függetlenül mindegyütt ment a kijön, és így ó, oh, nem akarod szponzorálni a kreatív énem, de tessék, 900 arany, hogy ne? Oké, okay, nem 900 arany, de érted? X-arany. És még én küldjek neked pénzt, hogyha így bánsz vele. Hát az a helyzet, hogy neked kéne szponzorálnod ezt, mert éppen te gazdagodsz meg a vallásomból. Ó, képzeld, megépítettem Delftet. Delft megépítés azért fantasztikus ötlet, mert Delftben nagyon szép az Den Haagnak a ilyen elővárosa, és nagyon szép ilyen csempéket, meg porcelánokat csinálnak, ez a, biztos te is láttál már ilyen delfti mintát, biztos láttál, mert miért biztos láttál vagyok volna? Benne. És ezt abszolút alapon, realizáltam is. Fehér alapon ilyen kék színnel van rajzolva. Uh-huh. Általában Winmolen, vagy macska. Uh-huh. És képzeld el, mikor voltunk ott, akkor árultak ilyen leértékelt dolgokat, mert mondjuk le volt tölve róla egy kis darab. És én elhoztam egy csempét, majd egyszer megmutatom. Egy darab csempe, egy fehér csempe és egy kis cica van rajta. És nem tudom, valami 90%-kal olcsóban adták, mert le volt tölve a sarkából egy kis rész. És úgysem tervezett felszerelni. Hova szereljem fel? Ott van a polcon kirakva. Nagyon szép munka. Szóval most megalapítottam ezt a Delftet.
Jó, én meg megjavítottam az összes szaromat, és megnézem, hogy milyen title-öket tudok csinálni, de már Empire of Aragon. Jó van, let's roll. Mi kellett az Empire of Aragonhoz? Azért néha ez a játék, ez érintően témákat, hogy egy pillanatra megáll a kezedben az egér. Tehát, hogy engem teherbe ejtett egy férfi, aki nem a férjem. Ajaj. És mondhatom azt, hogy bevallom, hogy ez történt, vagy az, hogy ezt senki nem tudhatja meg, vagy az, hogy egy bölcs asszonynak a főzetét keresem. És akkor 4% az esély, hogy meghalok. És 41% az esély, hogy véget ér a terhesség. Tehát, hogy... Ez egy lipsi játék. Ez egy lipsi játék. Bár mi egyébként legyen? Történelmileg, na, szóval érted, ezek történtek. Na, ha megtámadhatnál egész életedben egyetlen egy országot, ami bármilyen kérdés nélkül elfoglalhatsz, melyik lenne az az egy ország? És miért Svédország? De miért pont miért nem Kasztília? Azért, vagy mert ha megnézed a pacák méretét, Svédország egy nagy paca. Mi az Istent akarnék Kasztíliától? A fele egy sivatag, a másik fele meg egy tengerpart. Tengerparton van. Majd egyszer beszélgetünk a földrajzról. Jó, miért Kasztíliát támadnám meg? Csak azért, mert ott arabok vannak? Egyetlen arabok ezek? Nem, még nem is arabok. Nem azok. Azért, mert az feltűnőbb, hogy nem a birodalom része Európában, mint Svédország, amelyre senki nem húzza fel az egerét. Mármint ott, az már olyan éjszakon van, hogy a tengertől éjszakra meg senkit nem érdekel. Oké, ez mondjuk nem egy rossz szerv. I rest my case. Jó, ez nem a világ legrosszabb érvelése, amit hallottam. Barna paca jobbra az nagyobb. Igen, de arra azt mondta Balázs, hogy ezt nem akarom megtámadni. Zaporozsiát? Ez Zaporozsiát. Meg amúgy is értek, ki akarod keletre bármit. Nem. Meg amúgy nagyon hülye formája lenne az országnak. Az abbadidok azok muszlimok. Az andalúzok azok muszlimok. A kasztíliaiak azok keresztények. Remélem segítettem a döntésben. Tehát a svédek? De mi... Nézd meg, milyen szép erdő van az uralkodó mögött! Nem szeretnél egy olyan szép erdőt? De mi hogyan... Egyáltalán mit tudnál elvenni? Milyen casus belli van? Hát a casus belli, az ultimate casus belli. Hát, hogy ők nem katolikusok. Akkor a Holy War for Kingdom? Az egész országot el tudnám venni, ez a kérdés lényege. Nem tudod lényege. Elvenni az egész országot, az biztos, hogy nem. A svéd dejúre királyságot tudnál. Jó, mindjárt elvenni. Megnézem, hogy mit tudok elvenni tőlük. Holy War for Kingdom. Tényleg nem tudom az egészet. Szurpris. Well, egy részét. Well, indeed. De például Kasztíliát, nem azért, hogy itt akarok idegesíteni. Kasztíliát se tudnád. De az egész abbadidot meg igen, tehát a déli Bériát, azt meg igen. Mondjuk ő nekik megvan a Afrikában is van területük, szóval átterjeszkedhetnénk azt Afrikára. Nem, azt nem adná meg. Azt nem adná meg, hát nyilván. Jézus Isten, az egyetlen dolog, amivel meg tudom magyarázni, miért érdekes az, hogy szájba verjem a dúdot. A legnagyobb területnyereség az vagy a svédekből, vagy az abbadidokból jönne. Ez egy fakt. A svédektől? Ezek azt, hogy ezt akarsz. Na nézzük, hogy a... Haver, az van, hogy semmi bajom nincs veled, de a legfőbb tanácsadóm azt mondta, hogy téged akarlak szájba verni. Aki nincs benne a tanácsban. Nem rajtam múlik, hogy nincs benne a tanácsban. Ha az utolsó háborúban egy kicsit jobban emeltél volna, akkor valószínűleg minden rendben lenne. De Balázs, ennek 200 000 katonája van. Hát ez már egy te problémának hangzik. Melyiknek? A svédnek? Hát nem! Ja, mert van egy rakás szövetséges a Abbadidnak. Na megnézem, hogy a svédeknek hány katonája van. 60 000, 50 000, 60 000. Hát haver. Én nekem az az érzésem, hogy minden ilyen Svédországra mutat. A számok döntöttek. Jó, menjünk a svédekért. Neki mehetünk a másik csávónak is, de legyen. Hogy hogyan értetted, hogy hogyan tervezzük legyőzni?
a hiterejével. Jézus velünk van. Nyilvánt Jézus! Mi vagyunk mi valamilyen keresztény királyok? Ja, ez nem az a vallás. Még csak a ruháink sincsenek velünk. Igen, alapvetően keresztények vagyunk, nem? Igen, de nem. Organized Christian faith, I don't know what to tell you. Tehát, hogy ott van. Special Doctrines Teaching of Jesus. Literálisan bele van írva. Igen, ezt de értem, az egy hogy... félreértés, csak nem volt már pontunk kihúzni. Csak én tudom, én vagyok a pápa, de ezért vagyok én a pápa. Mert tudsz a bajorok... olvasni? Bajorokon lehet megint nincsen ruha. Vagy van. Nem vagyok benne biztos. Ja, van, csak még... Jó, de ez gyerek. Nem mutathatja a játék. Arra nem pattintjuk le a ruhát. Oké, nézzük, mik a lehetőségeink még. Mit csináltok még, ha nem háborúzok? Hát törődhetsz az összes többi dologgal, amivel sose törődsz. Úristen, mennyi mesztelen ember van a udvaromban. Nem, én ezt nem szeretném. Of course. Hogy azokkal törődjek, amikkel nem szoktam törődni. You could declare wars. Nézzük, 19 háborút tudnék deklarálni. Mik ezek a háborúk? Nagyrészt haszontalan dolgok, de... De mindegyik megnyerhetőnek tűnik. Hát nem is a megnyerhetőség a kérdés. Hát akkor menj, menj a svédeknek. Most miért nem mész a svédeknek, ha? Mert valamiért azt mondtad, hogy nem menjek a svédeknek. Meg azt mondtad, hogy ronda lenne. Meg azt mondtad, hogy állnó. Nem tudom, kezdek barátkozni a gondolattal. Menjünk a svédeknek, állunk el. Na, szóval, hogy Krita... volt már a svéd. Svédek voltak már a mi részünk, csak aztán kiszakadtak. Those wankers. Epirus el tudnád teljes egészében foglalni. Miért akarnám elfoglalni? Amikor az egy királytengerpart. Ugye? Ugye? Gondolni kell a jövőre is. Úristen, valaki jött hozzám a nagymestere, az egyik keresztes ilyen, hogy hívják ezeket? Bandának. Úristen, hogy hívják ezeket? Yes. Yeah. Lovagrend? Ordernek, ilyen rend, igen, lovagrendnek jött a vezetője, hogy ő bűnbocsánatot akar kérni, és 1300 aranyat fizet érte. Engem kifejezetten irritál, hogy a vallásomat megszentségtelenítve terpeszkedsz a trónodban. És nem nekem fizetnek ennyi pénzt. Ha tudnád, hogy Jézus tanításait követjük, akkor nem lenne rám szükség, de apparently van, mert ezt is én nekem kell, hogy elmondjam. Jó, de már elmondtad, szóval mi szükség van rád mostantól? Mert ki tudja, hány ilyen tudáslappang még bennem, ami téged elkerült. Ki? Mert hogy például te sem? Jó, mindegy, ráfejlesztek az országra, ráfejlesztek a saját vidékemre, és aztán majd visszatérhetünk, hogy kit támadunk meg. Csak elköltök előtte némi pénzt a sajátjaimra. 8 év van a játékból, tehát hogy... Azt mondod, hogy kéne kezdeni ezt a háborút? Most vagy soha. Jó, hogy az utolsó, a történelmileg utolsó lépésem az az, hogy háborút indítok a svédek ellen. Nem tudok ez háborút a indítani. A svédek nem ellen. Nem, a devotion rangom nem elég ahhoz, hogy holy wart indítsek. Aha. Jó, mindegy, akkor ezt a svédek megúszták. Várjál. Devoted servants. Mi kell hozzá? Paragon of Virtue kell hozzá? Az. Hogy áll a csíkod? Épp hogy. Épp hogy elkezdődött, vagy épp hogy nincs meg? Épp hogy a legvégén vagyunk. Tehát, hogy ilyen pixelekben hát mérhető. Hát akkor... 1934 ponton van a 2000-ből. Hát elmész egy gyors zarándoklatra, és... Jó, bevágok egy quick zarándoklatot. Egy quickit bedobsz, és akkor mielőtt elérnél oda, már meg lesz. Előtt, és aztán mehetünk harcba. Na, hova megyünk? Köln. Ott én lakok. Nem lakok ott, de ott van a nyaralom. Na, az viszont azért lenne jó, mert elmegyek oda, és akkor gyorsan szedek tőled a dót is. A kettőt nem lehet egyszerre. Ne haragudj. Pedig. Jó, azért felkattintom ezt a zarándoklatot a maximumra.
A Zalotrit kell választanom, hogy a legtöbb pontom legyen? A... Igen, de nem számít, mert egy ilyen zonádokatból be lehet hozni 500-600 pontot. Ne, attól, hogy még jól csináljuk. Vagy mennyire. Úgyni, elmentem. I can't wait, mondtam meggyőzően. Raktak a játékba temetési rítusokat, összesen 4-et. És akkor tudod, van ez a klasszikus, a sztoikus temetés, mikor így alapvetően szomorúan állsz a sír mellett, meg van ez a hangosan sírós temetés, de a legizgalmasabb az a mumifikálás. És konkrétan, hogyha azt választod, akkor a végén megkapod, és kirakhatod az udvarodba a múmiát. Ó, Jézus Isten, mennyire szeretném ezt kombinálni a mesztelen vallással, és egy halom asszalt pömpölő lenne mindenhol. Érted, mazsolák mindenütt. Úgy, megvan, mehetünk. Oké, valószínűleg még nincs meg, de érted. Ha visszaérünk és megkapom egyben, akkor meg lesz. Ja, de most egy darabig ott leszel. Ja, már több mint fél úton vagyok, szóval nem sokára már indulok vissza. Tudod, csak fordulok. Megérkezem a főtérre, meg sem áll a szekér. Csak szórom a pénzt a pornépnek. A poor népnek. Hát... Nagyon szép idő van odakint. Ó, oh, várjál, Independence Demand. Mit csinálsz, haver? Ó, oh, ez én voltam. Nem, hogy lett a pöttöm? Hogy engedhetted ki az ellenzéket a kezedből? Véletlenül kikattintottam belőle. Oké, okay, hát akkor ha harc, hát ha legyen harc. Jó, ezt gyorsan letoljuk. It's fine. It's fine. Persze. I say. Főleg, mert a franciák itt vannak a szomszédban. Na várjál, én megnézem, hogy egyáltalán ki kell harcolunk. Miért léptél ki amúgy? Azt hittem, hogy gyengék lettek. Mm-hmm. Jó, megyek délre. Szájba verem azt a kettőt, te meg szájba vered a franciákat, mit szólsz? Mm-hmm. Mármint úgy értem, hogy én szaladgálok és ilyen halnak a katonáim, ameddig te nem jössz, és amikor megjössz, akkor pedig... Hm. Ahujjaj. Innentől fog lagolni a minden is, ugye? Yes. God, én értem, hogy miért nem akartál háborúzni. Ráadásul közben döntéseket kell hoznom a vallásommal kapcsolatban. Valaki írta az előző stream alá kommentbe utólag, hogy több embert vesztettem azzal, hogy együtt vonult a sereg, mint... Mint a csatákban. Mint a csatákban valaha potenciálisan esélye lett volna az ellenségnek megölni sajtot. Hajlamos így történni. Igen, de közben ahogy szaggat a játék, nagyon nehéz szétszedni az embereket. Meg egyébként kicsit le is szarom. Nem azért vannak 160 ezeren, hogy ne halljanak pár néhen. A szeretett császárotok. Yes, that's me. Na, most éppen megverem a franciákat elég dúlván, utána elfogom a fővárosukat, hasonlóképpen dúlván. Hasonlóképpen dúlván? Én nekem összeállt a seregem ennyi idő alatt. És jövök haza 1042 cuccal. Ja, várjál, nem vagyok benne a háborúban. Fuck. Hogy, hogy nem vagy benne a háborúban? Hát úgy, hogy nekem mindig fel kell ajánlanom, hogy csatlakozzak. Tehát ellenséges vagyok a sereggel, de... Hiába vertem most meg, ez nem adódott hozzá a war score-odhoz. Na, akkor ajánljad már fel, hogy gyűsz. Készített egy olyan armort csináltak nekem, ami 10 prowess-t ad, meg 2 lovagot. A commanderem mesztelen, és egy pápa sapiban áldogál. Ennyit kell róla tudni. Bevettem a franciáknak fővárosát. Jó, de hát ez most nekem nem számít, azt mondtad. Most már számít, mert most már besatt a most már számít, cool. Na, én most értem oda az ellenségnek a fővárosához, szóval minden rendben van. Te lettél már úsnya még ilyet. Amúgy nem tudom, ki volt az első csúnya ember, de igen,
Érdekes arcok lettek itt. Angliából indult el ez a vérvonal, nem? Az enyém? Uh-huh. Hát úgy néznek ki, mint akik egy ponton angolok is lehettek akár. Meghalt anyám Jane. You gained duckwalk for 5 years. I want duckwalk. What the fuck? I don't know what's that. I want some duckwalk. In my life. Nem belterjesség, oké? Okay? Nem, ezúttal nem. Én kérek meg kis sült krumplit, bár azt ebédeltük. Szerintem azért volt egy bizonyos rész belterjesség is benne. Ja, sikerült levadászni a sült krumplit. Sikerült. Nem adta magát könnyen, és kifelejtették a gyerek almalevét a rendelésből, ami azért izgalmas, mert az egész sorban állás alatt azt hallgattam, hogy előttem egy csávó azzal kapcsolatban őrjöng, hogy kifelejtették a rendelésnek egy részét, és az a helyzet, hogy az lenne az én koncepcióm, hogyha, érted, hogyha ezt hallgatod végig, akkor egy kicsit jobban figyelsz, de ezek szerint nem! Ezek szerint ez nem így működik. Franciák egy elég nagy sereget összepattintottak valahonnan, de az úthengernek nem fognak ellenállni, ettől függetlenül, csak hogy itt sokan fognak meghalni. Ennyi a hír, Melli is. Szomorúan hallom. 50%. Csináltunk mi is hotdogot, amióta te a múltkor csináltál hotdogon. Na, tessék, na! Az egy dolog, hogy valaki influencer, de ki az, aki az influencereket influenceli, ha? Az influencerek. Ez egy belterjes társaság. Non-stop egymást influenceljuk bele a hülyeségbe. Meg a hotdogba, ez most épp nem a hülyeség kategória. Olcsóban megúsztad, mint én a Helldivers-t, szóval... Ja, nagyon gondolkozom rajta, hogy a Helldivers-nek meg szeretném venni a nagyobb csomagját, csak azért, mert akkor lehet a hajó fedélzetén nyomogatni azt a játékgépet. Meg, mert nagyon jó játék. 65%. Yes. Épp azzal vergődök, hogy szétosszam a nyavajás embereimet. Tehát még el se indultál, mint a csiga a viccben. Nem. Elindultam már. Ezek azok, akik nem csinálnak semmit. A tudod, a 130 ezer a seregemből, és a 11 ezer meg szaladgál és foglalgat. Oké. Okay. Akkor jó. Akkor megbocsájtok. És akkor ezeket gondoltam, addig úgy tárolom, hogy ne halljanak éhen, de igazából már elment tőle a kedvem. Szóval felőlem inkább halljanak csak éhen. Mert hogy ráadásul ez egy olyan szinten fejletlen környék, hogy a világ összes csoportjára bontva sem lesz ez elég. Úgy halt meg a testvérem, hogy egy lovag, a lány testvérem, egy lovagi tornán leütötték a lóról. Részvétel. Nem voltunk jobban. Vagy nem tudom, jobban voltunk? Hát de az a baj, hogy így már nem is lesztek. Ja, jobban voltunk, mert stresszeltem tőle. Ó, édes Istenem, és már éheznek. Srácok, menjetek valahova, ahol van kaja. Küldjetek SMS-t anyucinak, hogy küldjön valamit. Jézusnak az erejével, hát... Szerintem vége lesz a háborúnak egy percen belül. Vége lesz a háborúnak, mire ezeket elosztom. És most már nagyobb területen éhezünk. That's nice. Remélem jön valami, érted, valami három fő sereg, aki... egy 19 ezeres területre beküldtem egy... Oké, mindegy, majdnem elosztottam a seregemet háború végére. Ó, és most jön az a rész, hogy mindenkit bebörtönzök. Mindenkitől elveszek mindent. És aztán meg oszthatom ki megint mindenkinek a mindent. De már ebben olyan profinak kéne lenned, Viktor, nem is értem. Egyébként a múltkor már elég profit jól csináltam. Jól is ment. Ja, egész jól ment. Ja, utoljára már egész jól ment. Na, én gyorsan hazaküldtem mindenkit, miatt rájönnek, hogy nincs már a tasakban, a tatyeszban, ha ahonban sült pogácsa. Na. Prisoners. Először is szerintem lett neked helyed, a... nem lett neked helyed. Miért
ültök itt? Ki az Isten vagy? Kirakhatlak téged? Hát akikkel szerintem most foglalkoznod kell, azok a franciák. Kik voltam, akik fellázadtak? Oké, okay, gyakorlatilag jelenleg senkit litvánok. Nem tudok. Senkit nem tudok kirakni a... A... tanácsomból. Senkit. Ja, de most ne azzal foglalkozz. Nincs egy ember, akit ki tudnék rakni. De gondoltam, hogy érted, bebörtönöztem az egyik tanácstagot, de hogy olyannyira nem tudok kirakni senkit, hogyha valaki kiesik, mert börtönbe kerül, úgyhogy érted, hogy egyébként a tanácsomba volt betonozva, akkor van a helyére már egy következő, aki a tanácsomba van betonozva. Take that. Last call a svédek ellen. Na várjál, mert akkor nem tudom elvenni. Oké, mindegy. Elvettem Franciaországot, aztán mehetünk. Last call. Hogy... Oké, na nézzük, mi a helyzet a svédekkel. Jó napot, bátya! Tudom, hogy tél van, ilyenkor maguknál nem szokás háborúzni, de sajnos le fog járni az időm. Úgyhogy arra gondoltam, hogy... Én megtámogatom az uramat. Megint erre vagyok, nem hiszem el. De ez legalább a férjemtől van? Ja, nem tudok besegíteni. Hollywoodban valamit nem tudok besegíteni. Mindegy, oda megyek, meg minden, csak az nem fog hozzáadódni, de leütöm a seregeit. Csak nem tudok ostromolni, meg nem fog hozzáadódni a war score-hoz. Egy percet se fél, kikapok én majd egyedül. Kikapni nem fogsz tudni egyedül, nyerni tudsz egyedül. Neked is szeretném elvenni mindenedet, de most nincs időm. Elavul ez az elvenni mindenét dolog? Az esélyet nem kell? Nem, amíg a börtönben van, addig bármikor elveheted. Az más kérdés, hogy ugye ki tudnak szökni a börtönből, és akkor meg... Jó, akkor itt van ez az úri ember, akit le. Mindenféleképpen szeretnék előrevenni a sorban egy kicsit. Ó. Oh. Na, kikattintott kontroll nélkül arra, hogy összevonja a seregen. Nem bajod, most mindenki ott van a szigeten, it's fine. Viszont ettől függetlenül azt a dúdot ő nagyon irritál, úgyhogy őtől elveszek mindent. Csicska. Tudok szövetséget ajánlani? Ajánlottam most neked egy szövetséget. Fogadd már el, légy szívesen megtalálod. Hát, ha akkor tudok segíteni, bár valószínűleg nem. Be tudsz hívni? Nem kell. Be tudok csatlakozni én magam. Nagyon okay? Jó. Megoldottam. Sose bánt. Na át kellek szájba verni a svédeket. Én is jövök. Kelet-Fríziából. Szóval elveszük, elveszük tőlük az országukat. Hát amúgy igen, aktuálisan ez történt. Megijedtem egy pillanatról, hogy véletlenül a svéd királya kötöttem a szövetséget, de nem. Az még elég vicces lenne. Jön valami hajóban 6375 svéd levente. Ó, hát ők megpróbálják. Én azonnal beeline-olok a fővárosokra egyébként. Mi, körbeutazol mindent, és... Hát ha már hajón vagyok, és akkor már miért nem megyek. És ott száz partra? Sure. Az igen. Above domain limit. Ja, azt én is látom, haver. Én is látom. De ez most egy keresztes háború, szóval ez most fontos. Technically nem, de igen. Oj má! Azt mondtam fontos, hát te vagy a pápa, nehogy már te mondd azt, hogy nem fontos. Nem, én mondom azt, hogy ez nem keresztes háború, mert a keresztes háborút a pápa írja ki, és nem emlékszem, hogy kiírtam volna. Kiírtad! Kiírtad, csak nem figyeltél éppen. Na, meg lehet, is van hogy én írtam ki a te nevedben. Stockholm. Képzeld el, megvágtam ma a kezem méghozzá látványosan fantasztikus módon. Már a kezdet is fantasztikus, asszony pajtás eltört egy hőmérőt. Higanyosat? Ez nem higanyos volt, mert hála az égnek. Lerázás közben a szemüvegével sikerült eltörni egyébként.
És aztán elrepült belőle egy üvegdarab, amit hallottam csörömpölni, úgyhogy mondtam, hogy én ezt gyorsan megkeresem, miért érted, belelép a gyerek. És aztán egy ideig így keresgéltem, mit tudom én. Mondtam, hogy hát, én ezt nem találom. Hozom a porszívót, hogy felporszívózzak. És akkor így azzal a lendülettel letámaszkodtam, hogy felálljak, és beletenyereltem teljes testsúllyal az elveszett egyetlen egy darab üvegbe. Úgyhogy... Meglett, csak ki kell szedni a kezedből. Úgyhogy meglett, igen. Így belép asszonypajtás, Viktor a földön fekszik, körülötte vértócsa. És mi történt? Hát megtaláltam. Megvan az üveg. Igen. Telibe, de tudod, még így rá is nehezzettem, mert hogy éppen felállni készültem. Úgyhogy jó mélyen beleállt az egyébként iciri-piciri kis üvegdarabocska. Szóval amikor utazunk, tehát személyesen utazunk, akkor van esély rá, hogy ilyen események történnek, hogy viharba keveredsz, kalózok jönnek, stb. De amikor sereget vezetve utazunk, akkor nem. Valószínűleg azért, mert hogy a sereget nem érdeklik a kalózok. Hát akár érdekelhetnék is, csak nem 56 ezres sereget. Ilyen mennek le délnek az összes svédek. Látom őket. Mindjárt elébünk sétálok. Mert igazából 95%, és ha nem most lesz meg a 100, akkor 10 nap múlva. Jó, 99, na, induljatok el, srácok, szájba verni ezt a kis becsapat embert, mert... Oké, ezt a 2341 embert agyonverem. Ez elég is lesz. Nem, ők pont kikerülnek, a barátaikat verem agyon, akik visszafordultak, hogy feláldozzák magukat 20 000-en, hogy... Engem megtalált az ellenség, közd már egy békét, légy szíves, már könyörgöm. Sietek? Nehogy fölösleges Hörik emberek halljanak meg a te oldaladról is. Nem meghaltak fölöslegesen. Na, békét kötöttünk. Halnak. Elvettük a birodalmukat, mehet mindenki haza. Ó, oh, Jézus Isten, mennyi ez területen van. Oké, okay, jöhet akkor a területrendezés. Mi lenne, hogyha mondjuk az egyik fiadnak adnád, akiből nem lesz császár? Tehát az Ondrejnek. Ezt az egészet így rádampolnád. Az összes földdel, mindennel együtt. Prince Ondrejre gondolsz? Aha. Jó. Na várjál, nem az én vallásomon van. A fiad nem a vallásodon van. Oké, okay, először is követelem, hogy átálljon a vallásomra. Nem, ő az anyjától örökölt ezt a ruhahordó hülyeséget. És kap... Fura szokásokkal élnek. Egy... County of Upland, ja. Az összes countyt kapja meg. De csak így a countykat? De nincsenek valami összefoglaló? Nem, a countyk meg felette a birodalomat lekattintva. Minden szürke. Mert mit ír? Nem. Egy pillanat, mert nem is látom a svédeket még. Valószínűleg amúgy uszurpálni kell pár címet. A countyk vannak, az biztos. Létezik, hogy ez a titulus nem létezik? Jöttem kell tőle tudni, mint Nessai-tól. Kingdom of Sweden. Azt írja, hogy nem tudom megcsinálni. Ó, uszurpálom. Hoppá! 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 És akkor ott van ilyen pár ilyen, hogy Upland, Norland, Östergotland. Ja, azok, amiket láttam, csak nem akart megtörténni, amit szerettem volna, hogy megtörténjen. Ó, most már 25 háborút tudok indítani. Nominate successor. Miért No. Nem egy szavazós rendszer, srácok, hagyjatok békén. Szért? Mert a svédeknél szavazós rendszer van. Már nem. Már jobb, ha tőlem tudjátok, srácok, eddig volt szavazós rendszer. Még azt írja, még nekem mindig azt írja, de lehet, hogy nem. Jó, majd mindjárt megoldom.
imádni fognak téged ott. Például a fiamnak, fiamat nomináltam, és mindjárt megkapja egyébként az egész területed. Kingdom of Sweden. Úgyni, tessék haver, és innentől kezdve a te dolgot, hogy megtartsd őket. Have fun. Have fun, adót tessék fizetni. Nice. Fickle, patient, shy. Jó. Good. Na, maradék 4 évre mit terveztél? Azért finálé, mert új DLC, vagy egy időre CK3 vége. Egy időre CK3 vége. Ugye? Vagy terveztünk valami CK3-at? Nem, én nem. Inkább arról vagy szó, hogy másokba bele-bele nézni. Ja, hogy visszamegyünk Project Zomboidozni. Hát, ha nem is, mert az megint egy másik projekt, de például Medieval Dynasty-t így mondtad, hogy Medieval Dynasty, mert nagyon szívesen belenéznék. Oké, okay, adom. A robokat, No, ez nem az a fajta. Szóval, hogy biztos lesz még, vagy hát meglátjuk, de hogy most, ha azonnal akarnánk CK3-ozni, akkor is azt tanácsolnám Viktornak, hogy nézzünk már meg legalább egy-két héten át valami mást is. Yes, mindenféleképpen. És én, mint a fő tanácsadó, hogy hallottátok, Viktor kapva kapna lehetőségen, hogy hallgasson a bölcs szavamra. Well, az ingém van, de amúgy persze. Epirus, én is meg tudom támadni egyébként. Na, van még egy pár terület itt Franciaországban, meg helyeken, ami nem az enyém. Vagy hát az enyém, de nem kéne, hogy az enyém legyen. Oké. Okay. Valahogy ezt már nagyon jól csináltam a múltkor. De azt hiszem elmúlt. Mit? Jaj, de furán nézek ki terhesen, Jézusom! Mert hogy ugye egy ilyen nagyon szögletes asszony vagyok, és most van egy babó, és nem természetesnek néz ki ez az egész. Ez a szomorú helyzet. Hát ezt először is mindjárt megnézem. Ha átnézed az én streamemre, átkattintasz, akkor most pont kijött egy esemény. Most nincs megnyitva. Hogyha megnyitod. Vagy csak simán megnézem a karakteredet. Ó, nem. Úgy okay. Nem látszik. Jó, hát amennyi látszik, az fura, de az a fejed elsősorban. Kit akartok átverni? Helldivers lesz belőle. Dehogy is. Mi olyat nem csinálunk? Apropó, abba hagytam a London visszaszerzése projektet? És valószínűleg nem is fogom tudni visszaszerezni Londont. Ja, mert valami, hogy valakinek a valakinek a valakinél van, és az már bonyi volt neked. Nem, hanem azóta háromszor változott, hogy kinél van London. Mm. Az az igazi probléma. Ezt itt megtartom egyenlőre, ez egy jól fizető településnek tűnik. Igen, az akkorát funkció szerintem sem az igazi. Maradjunk annyiban. Érzem a frusztrációtokat. Jó. Szeretnél még elmenni egy egyetemre így zárásként? Nem. Én még egy háború gyorsan megvívok. Tudok segíteni? Tudsz, de minek? Hát én kérek elnézést. Várjál, mikor 53-ban ér véget? Igen, Sétén megörültem, hogy 59-ben még fel tudom emelni a Krón Authority-met. Nem tudod, ezt megbeszéltük legutóbb is. But mom! We have Krón Authority at home. Krón Authority at home! Holy shit! Megint itt vannak a szerbek. It's a fire! Azt őket kihívta. Na ez van a szerbekkel, soha nem hívja őket senki. A szerbek múltkor sajnos elég csúnyán elbántak velem. Ha emlékszel. Nem tudom, igen, hogy tudsz aktuálisan. Minek? You can certainly try.
Akarod, hogy kivessek rájuk valami extra adót? Úgy hívnám, nem, hogy a barátaim viszont... bántalmazásának adója. Hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy miért kapták. Azt, ha akarod, akkor Dél-Olaszországban szívesen látják a seregeidet. És mivel szövetségesek vagyunk elvileg, tudsz te is csatlakozni. Dél-Olaszországban? Igen. Ne gondolkozz rajta túl sokat. Oké, hogyan tudok csatlakozni? Sose csatlakoztam még hozzád háborúban. Kattints rám jobb gombbal, és mondd azt, hogy... offer to join war? Nem tudom, hogy van-e ilyen opció. Nincs. Melyik a diplomáciában kéne lennie? Igen, de nincs. Jó. Akkor thank you for your contribution. Azért, mert azt írja, hogy is not fighting a peasant faction. Oh, wow. Ja, sajnos meg van kötve a kezem. Kérdezik itt a cseten, hogy sok alternatív históriás mód van a CK3-hoz. És nem tudom, hogy sok van-e, de van egy nagyon király. Azt szerintem meséltem neked, Viktor, korábban. Lehet. Az a cím, hogy After the End, és szóval, hogyha már megérinti a csengőket, hogy megszólalnak a csengők. Megszólaltak a csengők, valami rémlik, de ettől függetlenül nekik elmesélheted, addig én is rájövök, hogy... És arról szól, hogy 2666-ban játszódik, és valamikor 2200-300 körül volt egy nagy összeomlás, civilizációs összeomlás, és gyakorlatilag back to középkor, és a csavar benne az, hogy hanem most már teljes Amerikában játszódik. Tehát Kanadától Argentináig vagy Chiléig a teljes amerikai kontinens benne van. És akkor ilyen nagyon fura dolgok vannak benne, hogy ilyen amerikai foci vallás, meg hasonlóak. Nagyon mókás dolog. Majd bele akarok nézni, vagy streamben, vagy YouTube Let's Play-ben. Mind a kettő cool. Igen, a szerbek megint keresztül húzták a terveimet, pedig nem volt szó róla, hogy fogják, de mégis megtették. De hát börtönben van a csávó. Várjál, ha elveszem a title-jeit és az enyémek lesznek, az segít? Ez egy jó kérdés. Maybe. Mindjárt rájön a videójáték, hogy mit tettem. Op, elvettem! Enemies left war. Valami történt. Köszönöm. Ez egy hasznos közbeavatkozás volt. Nagyon szívesen. Használd egészséggel a hirtelen vett levegőt. Két éven van, hogy megnyerjem ezt a háborút. És most adod a Balázsnak. Oh, fuck. Lehet, hogy kiesek az ablakból. Terhesen? Szóval... Nem, már megszültem, it's fine. Oké, akkor, ja, sokkal jobb. Szóval az van, hogy előjött egy ilyen, ez ugye az harm eventek, hogy én sokszor járok kinézni az ablakon, és néha így elbambulok, és van ez, hogy 80% az esély, hogy meghalok, és 20% hogy nem. Viszont, mivel magas a prowess-em, ezért 60% az esély, hogy megmenekülök, és 40% hogy meghalok. Na, tessék megtenni a tétjeiket mindenki, hogy a 60-40-ből melyik jön be, mert ez most majdnem kiegyenlített. Mit gondolsz, Viktor? Szerintem meghalsz a vérben. Szomorú vég lenne, főleg mert az örökösöm az a 0 éves. Oh boy! De no, aztán tudsz élni. Yeah. De semmi baj, már csak 3 éved van, hogy felnőjön a 0 évesből, szóval valami gyors talpalót kéne indítani. Oké. Okay. Nézegettem a lehetőségeket. Mert lehet, hogy tudok még, tehát most konkrétan élet és halál között vagyok, de még le tudok szólni, pont ott van lent az intézőm, hogy gyorsan változtassátok meg az öröklési rendszert, és akkor hát, ha nem
Hát, hanem egy nulla évessel kell folytatni a játékot. Arra a három évre. Arra a három évre. Ultimo, primo... Oké. Okay. Megváltoztattam, új örökösöm van. Imádom. Szóval miközben így zuhansz így. Igen, zuhanott is közben. Változtasd be! Igen, hogy oké, okay, mostantól kezdve akkor nem a legidősebb, nem a legfiatalabb lány örök, hanem legidősebb bárki. Oké, okay, thanks, bye! És így beleállok a földbe. És így áll az ember ki, aki egész életében, tudod így, abban a tudatban élt, hogy ő már biztos nem lehet uralkodó, mert már született nála kisebb sok, és így, oh shit, hirtelen jött felelősség. A 12 éves Arnulfal vehetem át így, ha meghalok. Na nézzük. Oké, okay, most kattintok, figyeljetek. Mindenki kész? God fucking damn it. Jaj, sajnálom, hogy meghaltál, részvétem. Hát ez... mókás volt. Na, látsz bármilyen módszert arra, hogy elvegyük Londont az angol királytól, ha feltételezzük, hogy az angol király Londonban lakik? Nem. Shit. És ha meghalna? Vagy csak simán visszavenném tőle a hatalmat? Hát, ha meghalna, hát ha visszavennéd, az működne persze, ha minden földjét elveszed. Közben lezártam az epiruszi háborút, mert ez így is egy nagy kérdője lesz, hogy milyen most. Azt írja, hogy might accept 4%. Hát az egy might. Az bizony egy might. Akárhonnan nézem. Ha láttam már valaha mightot, akkor ez az lesz. Készen, nem fogok felnőni egyébként. Hát nem. Mert nem, az 15 leszek, mikor vége a játéknak. Az ott nem fog felnőni. De legalább nincs miért aggódnod a helytartó miatt. Ja, végül is, gondolom. Jó, lenne pont tudni, 69 hogy... item van a tasakomban. Én szerintem ez egy tökéletes befejezés. Nice. Nem is, de már gyártatom a következőt, hát remélem nem készül el. Nem tudom megmondani, hogy hány karakterem volt összesen, mert bugos ez is, és nem sorolja fel a karaktereket. Most konkrétan a lineage-emben két karakter van, én meg az anyám. Szóval ötletem sincs. Általában ilyen 12-14 között szokott lenni egy sima let's playben, de úgy érzem, ez most több lett. Így nem esetleg tudod elvenni feleségül Balázst a játék végére. Miért akartam volna elvenni? Láttátok, hogy nézett ki? Hey ho. Uncalled for. Hát de közben true. 1066-ban kezdtük. Áno, I guess. Van egy Liberty Faction, ami erősödik, és 28 hónapon belül ultimátumot tud küldeni. Guess what kivezeti? Az angol király. A magyarokat mondtam volna. Nem, az angol király, de ez praktikus, nem? Mert hogy indítja el nem a háborút, hogyha nem nagyon erősek, akkor így elindítják a háborút, szájba verjük, elveszem az angol király földjeit, enyém lesz London. Yes. Másfél év alatt. Tudok nekik valahogy pénzt adni, hogy gyorsabban erősödjenek? Hát ha valakit megpróbált letartóztatni, akkor ugye a fellázadnak, ha nem fogadja el. Azonnal? Igen. És én a többiek hogy fognak rám nézni? Hát, hogyha jogosan tartóztatod le, akkor csak azok fognak fellázadni, akik már amúgy is kahútban vannak hogy vele. Hogy definiálod a jogosan letartóztatást? Na de van rakva egy ikon a mellé, amire az van írva, hogy bűnöző. Oké, nem lehetne koholni róla valamit? Szerintem a te karaktered nem képes ilyen összetett gondolatokra. Nem az enyém, hanem akinek a spy már... Oh no, beteg vagyok. De hát én vagyok az egészség, ne továbbja! Az összes pontomat erre raktam! Nem baj. I will live to see another day. Na, ez gyorsan meggyógyultál. Ja, de át van vágva az arcom. Melyik volt mindig a de jure területem? Flandria? Flandriából indultam, igaz?
Mert akkor megnézzük a Flandriai Title History-t, és kiderül, hogy hány karakterem volt. Én a mai streamben nem csinálok semmi más, csak artifacteket javítok. Oké, meg elfoglaltunk egy országot, meg szájba vertünk egy lázadásnyi ember, de hogy így elsősorban. Meg levágták a pömpölődet. Ah, no. Hát a játék azt írja, hogy 23 hercege volt Flandriának, ami elképesztően soknak tűnik, szóval nem vagyok biztos benne, hogy ez a pontos szám, de valahogy így 20 körül van. Uh-oh. Tudod, ki esik ki még az ablakon? Te. Na, gyerünk, let's go. Oké, lehet, hogy nem. Néztem ki az ablakon, de azt hiszem végül nem estem ki az ablakon. Nem, ez a... Hogy is hívják, ez foreboding event, azt hiszem. Ki fogok esni az ablakon? Ebből lesz 5 év múlva, még csak el sem foglaltam Oroszországot. De már nem fogsz kiesni, mert ez 5 év múlva valósulna csak meg. Nagyon jó, hát akkor nem fogok kiesni az ablakon. Dolgozik az FSB. Te is kiesel az ablakon, én is kiesek az ablakon. Kezd gyanús lenni. Mindenki kiesik itt az ablakon. Ez normális. Megtetszett Balázs ablaka, szívesen kipróbálnád. Hát vagy megtetszett az, hogy Balázs utolsó parancsára mindenki ugrott. És a köré... foreboding. Igen? Mondjad. Ja, csak itt a mechanikákról van szó, tehát jön a foreboding event, és abból lehet egy harm event. De a harm event nem biztos, hogy kijön, viszont ha kijön, akkor a foreboding eventnél történik meg a kockadobás. Tehát kijön ez az esemény, hogy 80-20, és akárhányszor töltöd be, mindig ugyanaz lesz a végeredménye, mert már a foreboding eventnél dobott a játék arra, hogy mi fog veled történni, hogy ne lehessen így visszatöltögetni addig, amíg nem lesz megfelelő az eredménye. Szóval az FSB már tudja, hogy kiesek-e az ablakon. Igen. Mondjuk bennük sose volt kétség. Igen, bennük sose volt kétség. Olyan lila páncélt vartak nekem, hogyha hordanék páncélt. Akár hordhatnék is páncélt. Hol a lila páncélom? Na mindjárt nézem, hogy mit ír ez a páncél, hogy mi zújt. Szerintem meleg vagyok. Meleg vagy? Meleg vagyok, jep, meg meleg vagyok. Oh, Prowess plusz 12, Number of Knights plusz 2. Az a Number of Knights plusz 2, az nem szar. Na? Nekem is egy olyan páncélt csináltak. Lehet, hogy járkál körbe-körbe, és mindenkinek csinál egy ilyen páncélt. Ami jó, mert akkor a tied volt a demo, és az enyém pedig a na persze, full release. Do yourself, vagy pedig az enyém volt a mester, a tied meg a cheap copy. Az enyém jobban tetszik. Of course. A fiad nincsen megházasodva. Engedd meg neki, hogy házasodjon. Ezt úgy kell. Senki nincsen. Úgy kell, hogy jobb gomba rá kattintasz, és ott van egy ilyen bejelölhető, hogy házasság engedélyezése. Megengedtem neki. Keres magad neki egy cselédet. Paffa bűvös dragon. Megengedtem neki. A következő királyom egyébként kifejezetten szimpatikus. Lenne. Nem mondd fog rá, sorra kerülni, ha minden jól megy, mert van egyetlen egy darab évünk hátra. Ezt a fehér Oroszországot addig be lehetne kebelezni. Egy év alatt. True. Izlandot? Most már ne csinálja semmit, csak összegezd ezt az élményt. Milyen hadat üzenek Izlandnak? A hajóid nem érnek el odáig. Addig. Oké. Okay. Kérdés, hogy a te hajóid elérnek el. Majd Skóciából indulunk. A hajóim sehova nem mennek, mert erre nem van egy frakció, úgyhogy mindenki marad szépen ott, ahol van. Mondjuk az más kérdés, hogy jogos a frakciójuk. Mert azt akarják, hogy csökkentsem a korona hatalmát, ez fel kellett vinnem 4-esre, de visszamehet 3-asra egyébként. Ja, visszarakom 3-asra, hát haza mennek. Tessék menni haza! Tessék, megkaptátok, amit akartatok, még csak fel se kellett lázódni. De akkor most nem azt akarják majd, hogy 2-es legyen inkább?
Valószínűleg azt fogják akarni, mert ez egy kiváló játék, és jól meg van írva. Bár van, sokan hazamentek, de így is sokan maradtak. Jó buli volt, de azért kicsit többen maradtak, mint kellett volna. Na gyűjjön az a sereg, mert nincs nekem erre időm. Izland nem foglalja el önmagát. Jó, oké, hazamentek elegen, hogy lecsökkenjen a hatalmuk. Mi ez a 16 ezer ember? Annak ott 170 ezernek kéne lennie inkább. Kezdjetek el megérkezni Skóciába, srácok. Képzeld el, mert sokáig tart, hogy odautazzanak. Bam. Hülyeség. Mind is blown. Mi a dátum, ameddig tart pontosan a háború? Helyette játék? 1453. január 1. 1453. január 1. Jó, semmi baj, van még rengeteg hónapunk. Lehet, hogy nem várnék meg mindenkit. Remélem megérkeztek az ágyúk, mehetünk. Ó, oké, elég gyorsan oda pattant mindenki. Én most azért Dél-Olaszországból várom az embereket, hogy megérkeznek Skóciába, és közben sürgetem őket. Szóval nem az igazi feltétlenül. Itt a csirkefarhát, tessék hazamenni. De az a 145-nek már elégnek kell lenni egy szaros Izland ellen, nem? Már indulok is. Konkrétan a fővárosukban szállok partra. Íj, az nagyon messze van. 1683 aranyba kerül a hajós költségük. 88-ban. 1700-ban. 1722. Jó, elég lesz már, mert induljatok el, mert nem lesz időnk befejezni a háborút. Ezért húzzátok az időt, tikmik. Én közben bőkező lettem. Így bőkező király vagyok én. Nagyon sőt, szép pápa. Munka. Adtál pénzt valakinek? Ja, valami gyereknek. Valami porbafingónak. Na, elfelejtettem, hogy van egy faction ellenem. 12 hónap múlva hadat üzenhetnek. Hát, csokszondám. Te vetted le az időt, vagy én vettem le az időt? Nem, szerintem amúgy, amikor érzel játék, hogy nagyon akadozik, akkor automatikusan lemegy egyesre. Ez az új elméletem. Szálljatok fel a hajóra, különben kirúglak mindegyik őtöket. Még mindig csak most szállnak a hajóra. Még mindig szállnak a hajóra. Kicsit overkill ez a 172 ezer ember. Pa. Az, hogy nem élnek annyian a szigeten, az nem az én problémám. Na, most, hogy beszálltak a hajóba, most megindultunk, mintha rakétával lőttek volna ki minket. Tudod, mit nem csináltam? Nem néztem meg, hogy ők hányan vannak támadás előtt. Na mindegy. Költözzünk erre a szigetre? Biztos, hogy nem tart erre senki igényt. Nincs itt semmi, ami kellhetne nekik. Nyugodt lettem. Nyugodt típusú ember. Még a végén sikerül elfoglalni Izlandot. Megőrülök. Hát, most már ott vagyunk. Mind a 163 ezer emberrel. Elég messzire otthonról. És már égetjük is a fővárosukat. Jardont. Micsoda? Ki lesz mumpszos? Reykjavikot? Reykjavikot, igen. A járdom nem tudom mi volt. Az a területi egység típusa. Oh. Jarl, mint a Skyrimban. Talán ez Wow, ez egy nagy terület volt, amit itt elfoglaltam ezzel. Hát 68% lehet, hogy sikerül még. That's. Szeptember. Nagyon izgi. Most ez a szüli napom elvileg. Szeptember 26. Boldog in-game szüli napon. Még 16 nap alatt ezt is elfoglaljuk. Ez vajon hány százalékot ad? Nagyszerű. Semmi baj. Szedjétek a lábatokat, srácok. Látok itt még városokat. Át a hegyen légy szíves, ne körbe menjetek. Nem tudnak átmenni a hegyem. Hát nem. Isten, ez izgalmasabb finálé, mint a visszajövő első része. Jó, akkor a másik várost kellett volna benyomni inkább, ugye? Most már mindegy. Yes. Yes. Most már mindegy. Szedjétek a lábatokat, srácok. Attól, mert fázik, attól még lehet pakolni gyorsan. November 7. No! November 7.
Come on, come on, come on! Nagyon jól megy, ez egy pici sziget! Hajóra is szállhat, bár amilyen gyorsan hajóra szálltok, inkább ne szálljatok hajóra. November 25. Mindjárt ott vagyunk. Valahol. Ott vagytok, 22 nap. Oké. Okay. Meg lesz. Meg lesz, mert ez több nem tud már lenni, csak kevesebb. 2-1, pauz. 100%, közd meg a békét december 25-én. És most mutolva voltam felé. Közben ez a saját csetem felé. Na, így né. Megszereztük a legészakibb területeinket. Hivatalosan is Bajorország részre lett Izland. Ez ilyen. Az ő klémje miatt mentünk, igen. Valami ott volt a bajorokkal, meg Izlanddal gondoltam, meglovagolom, és fehérre festem Izlandot is. Vagy vörösre, de ki hogy nézi. Nem mondod, hogy december 31-e van. Hát pont addig engedtem még az időt. Az utolsó nap! Az utolsó nap, még rábővítettünk. Ez a birodalomban nem tud szétesni. Mutatom, kik nem tudnak fellázadni. Ők nem tudnak fellázadni. Mondjuk a éjszaka ruha nélkül a szívás. Ők nem tudnak fellázadni, meg ők nem tudnak fellázadni. Az enyém az egész világnak az a része, ami az enyém. Amúgy ez egy elég szép birodalom itt, amit összepatintottál. Ja, itt azért a végén kicsit rátoldottunk. Nagyon köszönöm a rengeteg segítséget és tudást, ami árad belőled felém. Árad. Én, tehát hogy nekem azért itt a végén voltak blunderek. A szerb blunder az abszolút egy borzasztó dolog volt. De megoldottuk. Nem, a szerbeket én elengedtem, mert a szerb királyság nálam volt, de így külön szerb királyt kellett. Túl későn vettem el a hatalmat tőlük. Nem, ez a múlt héten volt. Ó, ez a múlt héten volt, igen. És aztán most az epiruszi háború, az meg lett volna. Ó, várjál. Csak ott meg meghalt a királynő, és így egyszerűen muszáj volt megkötni, császár, királynő és pápanő, és így muszáj volt egyszerűen megkötni a békét. Várj egy kicsit. Tessék. Tudtam, köszönöm. Hogy itt van valamelyik fiókban. Nem láttátok a szerb királyságot? Ne, tudtam, hogy itt van valamelyik fiókban az a szerb királyság, odadom. Hát ez nagyon jó fej dolog volt. Tessék, használd egészséggel. Köszönöm. És így már el sem veszíthetem. Hát így már nem. Megőriztem addig, ameddig. Mentek egyet, és aztán pedig engedjük, hogy végfusson a játék. Ez a második évad volt egyébként? Vagy a harmadik? Ez a második multiplayer évad volt, igen. Jó. Viktor S2 vége. Milyen messzire jutott Viktor ahhoz képest, hogy annól nem olvasott el egy eventet, és elengedte a szerb királyságot. Nézd, most vallás vált. The end! Fú, azt hittem meghaltam, amúgy. The end of the game has been reached. Én szerintem, srácok, not gonna lie, én szerintem ez egy fantasztikus birodalom lett. A családodnak mekkora a presztízse, a családi presztízs? Azt jobb oldalon látom? Legendary. Hogy mehet tovább az idő? Nem tudom, de megy. Megy tovább az idő. A legendáris nézzük. Oké, leállítottam az időmenését tovább. Mindjárt valaki fellázad és összeomlik a birodalom, miközben a The End. Ezért nézzük. Tehát nekem a régen sem már növelt a saját hatalmát itt. Az a poén, hogy nem tudom becsukni ezt a képernyőt, mert a endgame, és akkor annyit mond, hogy exit vagy cancel, és így ennyi. És meg tudom nézni valahogy az uralkodóimat sorban? Na ez az, hogy ez a neat része, hogy nem. Pedig ez cool volt, amikor a múltkor megtudtuk. Most sem nagyon olvasott, na. Sokkal többet olvastam, sokkal célzottabban olvastam, mint régen. Többet úgy, azért úgy, nem. Úgy,
tudnánk csak megcsinálni, csak azt már meg kellett volna, mert most ez a képernyő, ez most már itt marad, tehát ezt most már se kisebbe. Hogy visszatölteni a 31. mentést, megvárni még 20 perc alatt belépsz, és akkor ott abból a területből kiindulva, amit tudod, hogy mindig a tied volt. Tehát mondjuk a Prága, az mindig a tied volt. Ez fel ez ajnó. Én szerintem meg tudom nézni az uralkodóimat. A Diane-nél van egy fajkon, rákattintottam, azt itt vannak a Jancsikánk. Ja, mind ott van? 1066-tól. Ja, mert nekem ez bugos, és nekem csak én vagyok, meg az anyám. Ó, nekem itt van mindenki, mind az 1 millió. Enjoy. Hány darab van? Meg tudod számolni? Nem, nem azt írta, hogy 21. Azt meg kell számolni? Ezt nem lehet, hogy írta? Lehet, hogy írta. Nekem 1, minden 2, bugos. 3. Ja, de ott van, 2 played. Aha, írja a házad alatt, hogy 200 X members, zárója hány játszott. 262 members, 21 played. 21. Ja, nekem is van, ilyesmit számoltam. Itt van útközben, várjál, itt van útközben egy borzalmas birodalom összeszakadás. Hol van? Ez egy fiatal csaj volt. Nem hiszem, hogy első szent süti kacsa lett volna, ki utána a birodalom összeszakadt. De lehetséges, mert őt kivégezték. Van itt egy pár arc egyébként, akik így... Tehát, hogy így tudod, 16 évig játszottam vele, 15 évig, 12 évig, 22 évig, 5 évig, 15 évig, 6 évig, ott volt egy rough időszak, 8 évig, 22 évig, 18 évig, 9 évig, 18 évig, 51 év, mi? What? Wow! Az igen. 8 hónap. 36 év, 11 év, 34 év. Nem azért nem mutatja, mert rosszul a kódúra nyomtam. Egyszerűen ez múltkor is előjött a multinál. 21 played és csak körülbelül 7 vallás. Jogos. Az utolsó uralkodónőm volt az, ami szerintem abszolút a karrierem csúcsa volt, de sajnos megölték. Rip. Na hát ez fantasztikus volt. Hát ez nagyon király volt. Balázs, nagyon szépen köszönöm. Megyünk Helldiversezni? Yeah, let's go. Let's go! Hát kell írnom a streamet. Come on baby. Oh, nekem YouTube-on is. És be kell raknom valami fake Helldivers streamre. Na srácok, az lesz majd egyébként, amikor ez az adás átmegy ügyesen, hogy videó formában fog átmenni, by the way. Tehát, hogy nem a VOD fog átkerülni, hanem feltöltöm külön. Ez nagyon szép volt ez a végigjátszás, Balázs. Uff, erős váltás. Yes. Köszönöm. Élmény volt mindenképpen. Még jobb lett volna, hogyha a technológia is az oldalunkon áll, de hát nem lehet mindent egyszerre. Nem lehet mindent egyszerre. És milyen kis izgalmak voltak itt a végére? Most betöltöttem azért én, hogy megnézzem, hogy esetleg itt mutatja a linást. Hát itt is csak párat mutat. Tehát harmadik Robrechtig visszamenőleg, 1233. És itt még valahol ott romlott el egyébként a dolog, mert addig nem voltak nagyon csúnyák a karakterek. Úgy volt az, nekem azt hiszem a legtöbb a 46 év. Tehát harmadik Robrecht 47 évig uralkodott, utána Mária 46 évig. Azok kemények. Nekem volt 50 valamennyi, azt hiszem. Mi a... mi a policy a playerek tekintetében most így Helldiversben? Mert nekem van egy modim, aki szeretne szerintem csatlakozni. Jaj, nyugodtan. Hogyha lehet. Vagyis pontosabban van egy darab modim összesen, és ez az egy darab modi szeretne csatlakozni. Jó. Én közben leállítom ezt a felvételt, és indítom a Helldiverseset.